Üdvözlök mindenkit, Vegere Györgyöt hallják, és élőben jelentkezünk. Nem tudom, hogy mennyit lehet látni most az előttem lévő képből, de tényleg mindenhol szöges drót kerítés. Nem tudom, hogy látják-e a kedves nézők, próbálom megvilágítani önöknek. Hát, ha így jobb. Merre kell menni egyébként? Rossz irányba vagyunk? Aki most kapcsolódik be az élő adásba, azoknak elmondom, hogy szó szerint lejöttünk a térképről, a szerb-magyar határ mentén vagyunk. Itt láthatják mellettünk egyébként a drótkerítést. Hát nem sokat látnak szerintem a kedves nézők ebből. Lehet, hogy fölöpszadatlan talán többet. És hát képzeljék el, hogy egy szerencsétlen sorsú kutyát jövünk menteni, aki nagy valószínűséggel babéziával küzd, élet-halál harcát vívhatja. Nem eszik napok óta, itt elmondták az itt állomásozó rendőrök és határőrök, hogy gyenge a kutya. Adtak is neki valamilyen nevet, nem tudom egész pontosan megmondani, most nem tudom pontosan megmondani, milyen név, hiszen nagyon furcsa nevet adtak neki, de majd szerintem ez majd a mi feladatunk lesz. A legfontosabb az, hogy most minden rendben legyen a kutyával. Láthatják, hogy jobb és bal oldalon is tényleg szöges drót van, egy picit azért félelmetes ez, nem? Tehát, hogy, és ez ebbe áram van vezetve, és a magyar és a szerb határ közt lévő ugye szöges drót, tehát mindkét oldal ugye szöges drót van, e közé jött be a kutya nagy valószínűséggel, hogy a szerb határ részről, a szerb határ, igen, a szerb határ, tehát a másik oldalról mászott át, vagy áshatt át valahogy magát. Rendőri kíséret vezet fel minket egyébként a helyszínre, és hogy nagy valószínűséggel nem fognak minket beengedni, hanem ki fogják hozni nekünk a kutyát. Kérünk mindenkit, hogy osszák meg ezt a videót, és aki tud, az segítsen nekünk, támogassa a mentéseinket. A 4-es, azt mondták, hogy a 4-es szektorhoz megyünk, a 127-es és a 122-es kapuhoz. Hát ez nem sok mindent mond el nekem, itt láthatják egyébként a szöges drótot. Hát itt se kicsebe. Borzalom a kerítés, pláne, hogy árammal. Az életével is fizethetett volna szegény, és szeretnék megköszönni annak a katonának, az itt állomásozó katonának, aki ezt jelezte alapítványunknak, nagyon el volt keseredve, több napja kért már, több alapítványtól is segítséget, olyan alapítványoktól is, akik itt vannak közel a szerb határhoz, mindenki elutasította őt, azt mondta, hogy nincs kapacitásuk, nincs idejük, ne zavarják. Meg hát csak egyetlen egy kutya, olyan, mintha egyetlen egy kutya nem lenne élet, nekünk minden élet szent, és ezért úgy döntöttünk, hogy döntöttünk, hát a szombat estét azzal töltjük, hogy megmentünk egy életet. Bácsbokot egyébként most már elmondhatom a helyszínt önöknek, ugye többen is kérdezték, hogy hol vagyunk, és itt a két kerítés, ugye, azt is egy picit, hogy de meg tudom így mutatni a kedves nézőknek, hogy tényleg félelmetes, hogy mitől menekült, hogy mi a története, az majd kiderül. Itt vagyunk, nem? Nem jöttünk még meg, még megyünk tovább a rendőrség. Utána azt mondták, hogy kihozzák nekünk a kutyát, nagyon fél, nagyon retteg, borzalmas előélete lehetett szegénynek. De élni akart, vagy élni akarhat, hiszen átjött Szerbiából Magyarországra, és tőlünk magyar emberektől, magyar állatszerető emberektől várja a segítséget. Vasárnap van már, nem szombat este, hát igen, csúsznak itt a napok el egymásba. Nézni is rossz. Túlélő, egy igazi kis túlélőről van szó, egy nagyon szép kutya, egy Golden Retriever kutyáról van szó. És hát a száraz orr nem eszik, nem iszik, tele van kullancsok. Ugye kérdezték itt, hogy miből gondoljuk azt, hogy babéziás az, hogy rengeteg kullancs van a kutyában, és itt tényleg sokkal jobb most, hogy lekapcsoltad a fényt. Kérem önöket, vagy kérlek titeket, hogy osszátok meg ezt a videót, hogy minél több embert értesüljön alapítványunk munkájáról, hogy minél több emberhez jusson el az állatvédelem fontossága, és mindenki a maga módján próbáljon meg segíteni az állatokon. Remélem jó lesz, nagyon sokan szurkolnak, és ezúton megragadom önöknek, hogy megragadom az alkalmat, és megköszönöm azt, hogy ilyen sokan, látom mennyien néznek még most is bennünket, és hogy velünk maradtak, és hogy szurkolnak ezért a szerencsétlen sorsú kutyáért. Nem ő az első,
Szerbiából mentett kutyánk, mármint aki közel volt a szerb magyar határhoz, Fannika volt, pont, majdnem pont egy évvel ezelőtt a gerincsérült Fannika, aki azóta már családban él, és ha már a szerb-magyar mentéseknek így egy hagyománya kezd kialakulni az alapítványunknál, akkor bízunk abban, hogy legalább olyan boldog, vagy legalább olyan happy endes történet lesz ez is, mint a gerincsérült Fannika, aki már örökbefogadó családnál van. Szerintem megérkeztünk. Akkor megvárlak itt, jó? És a bármiben a csipolvasót vigyed. Megérkezett a... Akadozik itt, írja valaki. És Gyuri drukkolok nektek. Na hajrá, ügyes legyen. Jó, ügyes teszek. Gondolom, hogy nem lehet bemenni. Hát nézek innen kintről benneteket. Ott a kutya, én már látom ott. Ott a kutya, nézd. Várj, akkor én is kiszállok. Jaj, de édes, nagyon szép. Nagyon és nagyon kedves, hozd majd ide, Zsuzsi. Jó estét! Jaj, de szép. Na meg is mutatjuk, akkor gyere, mutassuk meg a... Nagyon, nagyon szép. Köszönjük szépen egyébként, hogy vigyáztak rá. Ő vigyázott. Ő vigyázott? Ő vigyázott? Önökre? Akkor fordította. Adtak is neki nevet, nem? Azt mondták, hogy valami... Azt én nem tudom, hogy aha. Sikerül? Nézd már meg azt, hogy rémült csipolvasó. Nézd meg, megfogom addig neked. Jaj, de szép. Fogjad a pórást? Aha, fogom. Nincs benne szerintem csip. Hát a Szerbiában azt is nincsen csip a kutyákban, akkor ezek szerint... Tele volt kullancsal, nem? Mi azt az információ? Most is tele van, azt mondják. Uh-huh. Tehát, hogy tele van kullancsal. Nem, csak lemerült. Meg azt mondta a kollégáink, hogy nem is nagyon eszik? Nem nagyon. Enni evett. Enni evett? Uh-huh. Enni evett, mert kapott uh-huh. állandóan. Uh-huh. Még volt az, hogy már inkább mondtuk, hogy nagyon adjanak többet neki, mert becsülöm. Uh-huh. Nincs benne. Nincs benne csip. A vízem, hogy itt van kitélye, oldal uh-huh. neki. Nincs, gyere. Ez egy, azt hiszem, szuka. Megnézzük, hogy kisfiú vagy kislány. Ja, a szuka. Uh-huh. Jó, kislány. Uh-huh. Na, vigyük akkor. Jó. De szép. Milyen szép. Jó, igen. Van okos. Jaj, de szép. Egy kicsi lány. Uh-huh. Jó. Veger a György. Illemtamból elégtelen. Fog meg. És... Jó. Mutatkozz szépen, Zsuzsi. Ja. Szerbül is. Szerbül nem tudom. Ki szel, Zsuzsa? Igen, kiszel. Mint a celebünk. Uh-huh. Igen, unokatestvére, Zsuzsi. Budapestről, kutyasegély szolgált alapítvány. Hú, milyen sejmes. Jó. Fiatal még nagyon. Már én benne. Csak hát benne nagyon nehéz lesz majd észrevenni. Mióta vigyáztak rá egyébként? Szilveszterkor jöttem? Itt is van a fülénél biztos, mert itt éreztem az előn. Valami kis bogyókben, vigyókben, nem is tudom mi az. De nem látok én kullancsot. Uh-huh. Menjünk, induljunk el vele. Jó. Köszönjük szépen gyere. Még egyszer. Gyere. Gyere. Köszönjük, és viszontlátásra. Nem akar eljönni? Gyere, okos, gyere. Kérdezi valaki, hogy a személyénél nem kullancson, ne nézd meg? Nem. Nem, mert a kullancson az látszik. Nem, nincs a személyénél, megnéztük. De gyönyörű. Nagyon gyere, szép. Gyere, okos, gyere.
Ez az, kell, hogy a kis katonák menjenek. Igen. Jön után. Megszerette a katonákat. Egyenruhát. Gyuri, is kell hátulját? Jó. Már berakom a... Ezt nyisd ki a kutyát, ugye? Elveszem. Jó. De most már letesszük erre. Meg van ilyen, de milyen csodás színe van. Nagyon szép. Na rakjuk be akkor. Gyere. Visszajönnek velünk együtt? Meg kínáltok ebben? Jó, kérik ugyanoda, kerek. Jó, köszönjük. Jó létszélben, de még lehet oda be. Jó, Gyuri, jó? Fölveszem őt. Takarjuk be, hogy ne fázzon. Egy picit remegve. Maradj egy picit. Közben mondják, hogy ugye itt vagyunk, hogy megjöttünk. Takard be, hogy ne fázzon. Jó lesz neki, okos. Jó. Milyen szép vagy. Jó helye van itt neki. Igen, jó, tágas helye van. Épp az utazhat. Meg van szeppenve azért, látod rajta? Mi szép kutya. Gyönyörű. Nincs fajta tiszta. Igen? Most mondd meg, hogy egy ilyen kutyának nincs. Na, gyere, menjünk gyönyörűen. Nagyon szép. Na, mi köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. Ugye indulunk vissza, és beszámolunk majd az újabb kis védencünk sorsáról, nem volt benne csip, és szilveszter óta, azaz közel egy hete várt a segítségre. Köszönjük szépen itt a határőröknek és a rendőröknek is a segítséget. Megera Györgyöt hallották, viszont hallásra.